János nem piknikezni jött egy zöld fűtőtáskával. Vajon mi lehet ebben a dobozban? Tehát ebben a szép nagy zöld dobozban egy Arm Cross Leo Pro számszínűet fogunk találni, és felmutatom is. A lövedékek, amik itt se lősze, hogy én veszük. Nem szükséges azonban mindig ezt a nagy zöld táskát cipelnünk, van erre egy kényelmesebb megoldás is, akár öltönyhöz is. A csomagban mindent megtalálunk, ami az eredményes számszeri ijeszkodáshoz kell. Így a hord hátizsákot, magát a számszeri ijat, a vesszőket egy tárra, kengyelt, távcsövet, különböző rögzítő elemeket, felajzó, és itt még pótidegeket is találunk hozzá. És van még egy szerszám a idegek kicseréléséhez. Full service. A gépkarabélyok világában a bullpup elrendezés nagyon elterjedt lett a 80-as években. Most a számszeríjak világában is láthatunk egy ilyen fordítottnak tűnő elhelyezést, ahol a reflexek olyanok, mintha visszafele lennének, és saját magamat lőném arcba, természetesen erről szó sincsen. Ennek a fordított elrendezésnek több előnye is van. Az egyik az, hogy az egész rendszer kompaktabb méretű lett. Tehát látható, hogy ez mennyivel keskenyebb, mint egy normál számszeri reflexe, és hogyha fel van hajzva, akkor még keskenyebbé válik, szinte ilyen 25-30 centisre összecsukódik a mérete. Ezáltal például egy bokros erdős terepen, azon országokban, ahol számszerű a legális vadász, nagyon könnyen lehet mozogni. A másik előnye ennek az elrendezésnek, hogy a súlypont hátrébb a válhoz közel kerül, ezáltal sokkal dinamikusabban lehet vele mozogni. A számszerű kezelőszervei rendkívül egyszerűek, van itt egy elsütő billentyű, amit ugye semmilyen valódi sátorvas nem véd, és talán még az én kézméretemhez egy picit messze is van, de elérem. És van itt fönn egy biztosító, ami kétkezes, piros állásban logikusan tűzkész, fehér állásban pedig biztosított, és a fegyver tetején pedig egy távcsőnek való szereléksint találunk, semmilyen nyílt irányzékkal nem rendelkezik, tényleg kifejezetten ilyen vadászias eszköz. Expanzív vadászhely. Ez nem része egyébként az alapszetnek. Nézzük akkor a berendezés technikai paramétereit, 175 fontos, a lövedéknek a kezdősebessége 305 fps, ez olyan 93 méter per szekundum. A nyílvesszőnek a hegye 125 grénes, ami körülbelül 8 gram. A kifutó ennél a számszerénél egy grafit alapú anyagból van, itt sokkal kisebb a súrlódás, ami a nyílvessző és a számszerű közt ébred. A számszerinak az ágyazás része, ez üvegszálerősítésű műanyagból készült, ez hallható is. A reflex, az pedig szénszálas műanyag. A számszerihez egy 3,5-szeres nagyobbtársú távcső tartozik alapértelmezésben, melynek megvilágítható szálkeresztje van. Piros, illetve zöld színekre lehet célzójelet megvilágítani. Számszerű felrajzása történik egy kis segédeszköz segítségével, meg a János fizikai erejét is igénybe veszik, ami amúgy nem túl nagy. A gyors dupla itt is eléggé kizárt egyébként. Ütközésig hátrahúzzuk. És teljesen nyugodtan viselkedik egyébként lövés közben. Milyen hátrarúgása van ahhoz képest?
De ez nagyon nyugodt. Ez nagyon kis kellemes. Igen. Egyébként a felhúzáskor automatikusan bebiztosítja magát. Azt hinnénk, hogy megfogja ez a szivacs. A sütés egyébként nagyon minimális, talán töredékmilliméteres előhúzással rendelkezik, és utána rögtön tör, ilyen közepes erőre. Tehát nem sportpisztolyszerű, de kifejezetten jó a sütése. Van igen, egyet mellé rántottuk. Ennyi. Itt marad ajándék. 25 méterről ketten lőttünk kettőt, ebből három szépen melkasba csapódott be, egyet elrontottunk. Defektet nagyon könnyen tud okozni, egyébként az erejét jellemzi az, hogy ez nem a vadászhegy, hanem sima sporthegy, és az autógumba úgy beleállt 25 méterre, hogy nem tudjuk kirángatni két kézzel sem.